A Magyar Kultúra napja alkalmából várták az érdeklődőket a Pacsai Városi Könyvtár névadó ünnepségére. Ezzel a rendezvénnyel vette kezdetét a település városán nyilvánításának 10 éves jubileumi programsorozata, mely jellemezni fogja ezt az esztendőt. Az eseményen Kelemen Tamás polgármester köszöntőjében elmondta, másfél évvel ezelőtt helyi kezdeményezés hatására döntöttek úgy, hogy Pacsa híres szülöttjéről, Kis Dénes íróköltőről nevezik el kulturális intézményüket. Fontos ez a múltunk, kultúránk megőrzése érdekében. Kis Dénes itt a könyvtár épületétől pár száz méterre született 1936-ban, úgyhogy mikor jött a kezdeményezés, akkor örömmel állt a képviselőtestület és magam is mellé, és nagy öröm számunkra, hogy eljutottunk ehhez a naphoz. Kis Dénes több könyvében, például a Kányadombi indiánok című ifjúsági regényében gyerekkori élményeit dolgozta föl, amit helyben Pacsán érte meg őt. A költőnél egész életében jelen volt a szülőföldhöz való ragaszkodás, mondta el Kis Gábor, a Deák Ferenc megyei és a városi könyvtár igazgatója. Mint ünnepi beszédében ismertette, Kis Dénes élete során összesen 67 művet, köztük regényeket, ifjúsági regényeket, verseket adott ki, de újságírói tevékenysége is kiemelkedőnek számított. Az igazgató szerint méltó gondolat, hogy a Kis Dénes születési helyén lévő bibliotéka az irodalmár nevét vette fel. Ez egy fontos gyakorlat, és ahogy ugye az évek és az évtizedek haladnak előre, jó is, hogyha ezek a nevek bent maradnak a forgalomba, mert hát ugye az is az életrendje, hogy egy idő után már kevesebbet olvassák őket, kevésbé vannak jelen a szellemi életben, de így a nevük által és a rájuk való emlékezéssel nem hullanak ki az idő rostáján. A rendezvényen közreműködtek helyi óvodások és iskolások is, akik a költő műveiből adtak ízelítőt. Az ünnepségre meghívást kapott a Balaton-Györöki Honismereti Kör Egyesület is, melynek képviseletében Kis László az irodalmára a közös emlékeikből idézett a délután folyamán. A költő Velünk vagy ellenünk című nagy sikerű versét Tolcsvai Béla Kossuth Díaz zeneszerző énekmondó előadásában is meghallgathatta a publikum. Ezt követően felavatták Farkas Ferenc szobrásznak a költőt ábrázoló domborművét, majd végül az épület külső falán leleplezték a Túri Török Tibor szép néves által alkotott emléktáblát is, mely szintén Kis Dénest ábrázolja.